A legmaradandóbb emlékek támogatója a 25 éves Cinema City, ahol most két személyes VIP belépőt nyerhetsz, részletek az Instagramon. A bútorokat biztosította a beliani.hu, ahol a Showtime 15 kóddal akár mekkora összegért is vásárolsz, 15% kedvezményben részesülsz. Várunk Budapest belvárosában Európa első unikornis tematikájú éttermébe. Színes ételek, italok, kiváló hangulat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Foglalj azt a talenti elérhetőségek valamelyikén, és találkozzunk mielőbb! Egy kanapén emlékek a Korda házas párról. Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Showtime YouTube csatorna. Nagy büszkeség és nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy Európa első unikornis tematikájú étterme után megnyitjuk Európa első unikornis tematikájú tengerpartját, ugyanis a Lupa Beach-en, Budapest tengerpartjának mondott strandon egy több mint 20 méteres partszakaszt unikornisosítottunk be tulajdonképpen. Az étteremben már jól megszokott minőséggel várunk titeket, annyi különbség, hogy itt vannak napozó ágyak, baldahinok, babzsákok, mindenféle földi, jó, hát tényleg egy riviera, úgyhogy várunk mindenkit, és hogy miért mondom el ezt a videó elején? Azért, mert háromszor két főt vendégül látunk, akinek nem csak a Lupa Beach-re váltjuk meg a belépőjegyét, hanem egész nap teljes ellátásba, all inclusive ellátásba részesülhet nálunk, hogy mi a dolgod azért, hogy ezek közül a két személyes belépők közül egyet megnyerjél, hát ezt már jól tudod, a videó alatti linkre kattintva a Facebookon meg kell osztanod azt a videót, amit ott te látsz, alá kell írnod, hogy kivel jönnél el egyet beachelni hozzánk, és tulajdonképpen várni a sorsolás eredményét, úgyhogy tessék csak rákattintani a linkre, megosztani azt a Facebookon, természetesen követned kell ehhez az oldalunkat, és írd meg kommentbe, hogy kivel jönnél hozzánk. Na, úgyhogy tulajdonképpen ennyi. Na de térjünk rá a mai apropóra, ugyanis amikor a mai vendégeimet felhívtam, elkezdtem a szokásos monológom. Ki vagyok, honnan és mit csinálok, ők azonban félbeszakítottak, mondván pontosan tudják, hogy ki vagyok, követnek, néznek, mikor és hol. Hűha, hát első körben nagyon meglepődtem, hiszen kevés ekkora elismerés van az ember életével. Aztán ebből felúcsúdva tulajdonképpen egyeztettünk is, és hát már itt is ülnek mellettem. Mamma Maria, Reptér, Keresztapa, megkerülhetetlen slágerek, dallamok, kedves emberek, akikkel igazi megtiszteltetés beszélgetni. Ketten együtt több mint 100 éve szórakoztatják a nagy érdemét, egy ország kedvencei, konkrétan generációkat kötnek össze. Mai vendégeim Balázs Klári és Korda György. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt a bevezetőbe is mondtam, engem elképesztően meglepett, hogy követtek, és nem tudom, hogy ennél megtisztelőbb dolog ért engem az utóbbi években, mint amikor külön-külön beszélek a Korda házaspár tagjaival, és nem nagyon kellett bemutatkoznom. Ti egyébként így, tehát akkor ezek szerint ennyire képben vagytok a nem tudom, a mai trendekkel, nem platformokkal. Minden. Nem mindenkivel. Nem mindenkivel is, nem igen, mindenkivel. Igen, de odafigyelünk. Az értékes, jó dolgokra oda szoktunk figyelni. Hát ide tartozol te is. Nagyon köszönöm. Engem őszintén megmondom, hogy azért egyrészt, mert szórakoztat, másrészt azért, mert szeretem ezt a fajta szórakoztatást, amelyik ugyan vág már egy kicsit, de mindenfelé. És a másik pedig az, hogy amit nagyon szeretek benned, hogy nem vagy meggyőződve a saját igazadról. Ebben hasonlítasz feltétlenül rám, mert én is mindig megkérdezem a Klárikától 65 év éneklés után, Klárikám, csináltam én valamit? Mondom, Gyuri, semmit. Most erre mit válaszolja? Ez szélsőséges, amit mondtam, de nem vagyok meggyőződve. Hát ez nagyon jól esik. Hát én, igen, szerintem is fontos az, hogy tudassuk az emberekkel, hogy ez az én véleményem, nem pedig a Szentírás. Igen. De majd akkor ilyentől kezdve én is téged foglak felhívni, hogyha ott csináltam-e valamit. A nézőknek mondjuk el, mert biztos feltűnt, hogy rögtön itt már megittuk a pertut az adás előtt, hogy... Én kértem. Igen, hogy te kérted. Én kértem, és nem tegeződjük, csak... és nem csak az, hogy tegeződjük, hanem az, hogy nem Gyuri bácsi, hanem Gyuri. Ha megteszed. És Gyuri, ha hogy nem. 5 dobozt láttok az asztalon.
Ebből az öt dobozból majd mindig arra fogok kérni, hogy aki ez közelebb esik, innen felém megyünk a végére. Mindig felemelünk egy-egy dobozt, és hát az az életetek egy pontját fogja, ugye emlékek vannak a dobozok alatt, és abból fogunk majd, ezért is egy kanapén emlékek ennek az évadnak a címe, abból fogunk majd egy témát kerekíteni. Úgyhogy Klárika, hozzád van a legközelebb az első doboz, kérlek, emeld fel. Nem ugrik ki belőle semmi ígére. Se nyúl, se csirke. Reméljük, reméljük. Ez egy bakelit lemez, így van, ez egy kis bakelit lemez, amin Korda György és periszkóp dalok is vannak, ez egy ilyen táncdalválogatás. Ugyanazon az egy lemezen? Ez egy táncdalválogat, kis lemez, táncdalválogatás. De ez a 81-es lehet. De én még régebbre szeretnék visszamenni, egészen a gyerekkorba, mert hogy azért minden csak onnan indul, az pláne külön volt. Nagyon sokat hallottunk, és meséltél te is a gyerekkorodról, azért a te gyerekkorod az, hogy mondjam, drámákkal és nyilván tragédiákkal volt teli. Ha hiszed, ha nem, nem maradt meg semmi emlékem a gyerekkoromból, ugye, mert háború volt, egy kisgyerek mit se tud arról, hogy miért hullanak a bombák, miért kell ide menni, miért kell oda szaladni, miért kell kiköltözni egyik lakásra, de ez megmaradt. Ez mint egy kép ott van előttem. A németek jöttek, és azt mondták, hogy elvisszük nyaralni a gyerekeket, és akkor drága anyám oda adott egy zsírral töltött bödönt a kezembe, beletett a jegygyűrűjét, és azt mondta, fiam, ha kenyérre van szükséged, add oda ezt. És mentünk lefelé az unokahúgommal kézen fogva, és mikor leértünk, mi jöttünk volna, egy német tiszt azt mondta, halt, genug, morgen. Megteltek a teherautók, azt mondta, halt, állj, elég, holnap. És nem volt holnap, mert felszabadultunk. Hál' Istennek. És akkor tudtam meg, akiket elvittek, mind belelőtték a Dunába. Azért, aki életre van itt. De ezt én később tudtam, csak akkor nem tudtam. Már felnőtt, majdnem, hogy felnőtt ember volt, amikor szüleim ezt elmondták. Mire tanított meg titeket, vagy téged? Hát nyilván, amikor megismerkedtetek, azért ezek a történetek elő. Hát, úgy érzed, hogy ettől más nehéz. Lettél. Én szerintem, Zsolt, ez a műsor kevés lenne arra, ami úgy megfordul az ember fejébe, ha tényleg, ha belegondol, egyrészt ugye nem tudom a miértet, másrészt meg az az egyetlen egy biztos benne, akit a Jóisten életre ítél, az életben marad. Ez maradt meg benne, nem akkor gyűlölet. Ez volt a tanulsága tulajdonképpen ennek. Akkor ez volt a tanulság, ez az, amit magaddal hoztál. Nem maradt meg gyűlölet bennem, nem maradt meg bosszúvágy, stb. A szüleim is erre neveltek. De ezt elmondták nekem. De azt nem mondták el például, hogy velük mi történt. Nagyon érdekes, ahogy mi egymáshoz alkalmazkodtunk, vagy amilyen simulékonyan én mindig ott voltam vele. Én ugyanúgy az ünnepeken ott voltam a templomba. És én? Tehát, hogy, és te hát az édesanyja tehát, vallásos katolikus. Tehát mi, egy vallásos mi nagyon katolikus családot, tiszteletbe tartottuk. És én elmentem a karácsony esti éjfél. Tehát, hogy mi nagyon tiszteletbe velük. Tartottuk hát, egymás vallását. De te egyébként zsidó vallású is vagy? Igen. És tartod is a szokásokat, nem. A vallás? Nem. De amíg a szüleid éltek, mentünk azért. A szüleim kedvéért ők tartották. Ja, tehát akkor ez inkább a szülőknek szólt. De ez például köztünk ez soha nem volt probléma. Engem, amikor itt-ott megjegyzést hallottam ezzel kapcsolatban, rettenetesen zavart, és nagyon vissza kellett fogni magam, hogy ne szóljak semmit. Az emberek néha nagyon furcsák. De azt gondolom, hogy azért annyit fejlődött már a világ, hogy talán már ebből nem csinálnak úgy ügyet, hogy valaki más vallású, vagy mikor megkérdezték tőlem egy öltözőbe XY. Nem zavar, hogy a férjed más vallású? Mondom, nem.
Téged zavar? Hát nem, de nem tudom, az egy házasságban azért. Szóval ezek valószínűleg őt zavarta inkább. Nekem nem, abszolút nem. Természetesnek tűnt, hogy én elmentem a két hölgyel az évhélyi nekem misére. Is. Minden ünnepen, minden zsidó ünnepen ott voltam a zsinagógába, a Dohány utcába, és nagyon érdekes volt egyébként, nagyon érdekes a zsidó vallás. Hát egy én is azt gondolom, keresztény szemmel nézem igen. Én is, de nagyon sok olyan érdekes igen. Szokás a Pészáktól igen. Elkezdve, ugye, ami elképesztő, mondjuk ugye a Pészák előtt a nagy takarítás, hát azt nagyon hiányolom a katolikusoknál, hogy egy ilyen nagyon tizetes nagy takarításra igen. Valahogy rá tudjam venni Patrikot. Igen. És akkor így azt mondtad, hogy a gyerekkorod az tulajdonképpen törlődött, vagy nem akarsz rá emlékezni. Nem. És szívesen emlékeznék. Csak hogy nincs. Nem emlékszem. Lehet, hogy így védekezik sem. Akkor egyébként az agyat, hogy ne emlékezz. Akkor a kisiskolás évek, ezek így... Az is úgy, inkább középiskolában, ott is csak azért, mert rossz tanuló voltam. És az azért... Igen, rossz tanuló voltál? Nagyon szerettek. Vegyipari technikumba jártam, itt a Tököli úton. A Petrikbe itt van igen, való igen, közelben. És annyira szerettek, képzeld el, hogy a 4 évet 5 évig járhatták. Milyen kedvesek, hát elképesztő. Szerettek, vár. És onnan ugye a szüleid pressziójára mentél volna tovább vegyésznek, de aztán szerencsére rájöttek, hogy te hát, még a vegyiparban... Nem jöttek rá, én mondtam, igen? Apuka, én nem leszek vegyész. Szóval mi lesz? Mit akar? Mondom, én énekes leszek. Énekes? Hát a mi családunkban csak becsületes emberek voltak ilyen pénztárosok, meg bádogosok, meg mit tudom, édesapám főiskolát végzett, ilyen gazdasági. De hát ilyenről még nem hallottak, hogy énekes. Elkényeztetett fiú voltál? Hát ezek igen, szerint? Nem ugyanaz... De drágám, ugye ő egy 6 gyerekes családból. Hát, más voltam. Na, erről mesélj nekem felállás. Egy picit. Te mindig is énekesnő akartál lenni? Hát igen, olyan értelem, szóval mikor megkérdezték tőlem 5 éves koromban, hogy Klárika, mi szeretnél lenni, akkor azt mondtam, hogy mennyasszony és énekesnő. Mert előzőleg voltunk egy esküvőn, és nagyon tetszett. Falun laktunk, és nagyon tetszett a mennyasszony ruhája, és hát ez nagyon-nagyon tetszett. De hát eléggé exhibicionista kisgyerek voltam, és imádtam a felnőtteket, nem voltam zavarva velük szemben, és amikor kérték, hogy énekeljek, akkor én lerúgtam a cipőmet, és mentem, és énekeltem, hogy ujja, csizmám, azok, és akkor engem megajándékoztak, hol csokoládét kaptam, hol ezt, hol azt, és egyszer egy olyan nagyobb társaságban voltam, Debrecenből apám vasutas volt, és az igazgatóságból lejöttek, és anyám vacsorát csinált, és hát és megkértek, hogy énekeljek. És akkor énekeltem, és álltam, ilyen nagy göndör barna hajam volt, és emlékszem, hogy piros alapon fehér pöttyös ruha volt rajtam még arra, és emlékszem, és mondták, hogy Klárika, de szépen énekeltél, mit szeretnél? Hát mit kérsz? És mondtam, hogy krémest, imádtam a krémest, tudod, ez a klasszikus régi rétes. És hogy hányat kérsz? Hát mondom, hogy hát 5-öt. 5-öt? Ez a pici lány. Hát miért? Hát mert 5-en vagyunk testvérek, és mindenki kap egyet. Később született aztán még a 6. testvérem. Édesen. Úgyhogy én ezt úgy tartom számon, hogy ez volt az első gázsim. Valahogy az élet azért voltak jelek már nekem, mert apám nagyon jó szakember volt. Hát először is gyönyörű férfi volt, egy 190 fölötti karcsú, színész típus, hosszú, új, nagyon szép férfi volt apám. Ezt észrevették a nők is. Úgyhogy voltak gondok, de nagyon jó szakember volt, és ahová helyezték, ott ő rendet csinált. És akkor mit tudom én, az egyik helyen laktunk 2 évig, a másikon 4, hogy ebben az országban én annyi helyen laktam. És így utólag, amikor 2 költözés között van időm gondolkozni, 16-szor költöztünk a 43 évünk alatt, akkor arra gondolok, hogy tulajdonképpen az előképzés az megtörtént a gyerekkoromban, mert mindig utaztunk, mindig új környezetbe kerültem, új helyekre kellett beilleszkednem, kis barátnőket találni, szórakozásokat, meg szóval nagyon sok jó élmény élt emiatt
a gyerekkoromban, hogy ilyen sok helyen laktam. Gyuri, téged kérdezlek, egy időben együtt éltetek ugye az anyósoddal, Klári anyukájával. Ha... Hát szerintem 30 évig. 27. Igen, 27. Nem kevés időt. Nem. Ez egymással élés volt, vagy egymás mellett élés inkább? Tehát mennyire voltatok egy család? Tehát ő ott lakott mellettetek, vagy teljesen részt vettetek egymás mindig életében? Mindig velünk lakott, és soha nem volt terünkre. Tehát ő mindig... Jó anyós volt? Nagyon. Akkor nem róla szólnak az anyós viccek. Á, nem. Ő semmiben nem szólt bele. Nagyon aranyos volt. Nagy, amikor látta, hogy mi vitatkozunk, ő már ott sem volt. Tehát nem csinálta azt, soha utána nem. Bementem a szobába, és mondta, hogy tehát azért ez a Gyuri, hát hogy nem. Soha. Nagyon okos bölcsnő volt. Nem is olyannak nézel ki, akit egyébként egy lehet befolyásolni, kettő, aki védelemre szorul. Tehát azért rád néz az ember szerintem, vagy te annyira karakán. Nagyon szívesen megnéznék egyszer egy Korda Balázs Klári vitát, így kívül, külső szemmel nagyon, nagyon megnéznék. Olyankor ki nagyon, az engedékenyebb? Nagyon meglepődnél, mert, igen? Mert nincs a vitának éle. Tehát mi, tehát, hogy mondjam, ha vitatkozunk hogy is, szeretjük egymást, de... Tehát nincs benne dű vagy valami. Igen, gyűlölet és üzülés. És negyed óra múlva ki, válni, de azért, amikor nagyon éles, hát azért a mi életünkben is voltak nehéz időszakok. De amikor nagyon éles dolog de nem van, egymással. Nem egymással, mindig nem kívülről érkeztek a nehézségek. Egészségügyi dolgok de voltak, azt én elmondom neked is nagyon őszintén, hogy amikor én úgy érzem, hogy éles a helyzet, azonnal visszavonulok. Nem szabad. Tehát nem szabad sebeket ejteni a már. Hiába vagyok egy nagy szájú oroszlán, én tudom, hogy az a jó, hogyha most azt hagyjuk, majd vagy előhozzuk egyszer később, vagy soha többé, de nem viszem addig a dolgot, hogy ez rettenetes legyen, és sebeket lehet okozzak. Azt mondani akkor, hogy Gyuri, neked a gyenge pontod? Hogy igen. Lehet? Igen, igen. Hogy ő az, akinél akkor ez a karakánság, ez az oroszlán elveszett habitus, amit te igen, mondasz, igen. Mint a Supermannél a zöld kő. Olyan Gyuri, neked a zöld kő. Lehet, igen, de viszont igen. Annyit hozzá kell tenni, ami nem kell megalkudnia. Tehát nem olyan fajta vita, amiben azért, na jó van, na most akkor jó csinál. Nem kell meg a véleményével lehet visszavonulnia. Tehát igen. Tehát nagy differencia, hogy megalkuszom vele, vagy csak ellenére. Vagy és érdekesen azért mi nagyon érezzük egymást. Ez egy nagyon jó szimbiózis, mert csak egy kérdés volt az agyamban, hogyha ezek nem éles viták, igazából mi értelme van akkor? Semmi. Akkor lehet, semmi. Hogy ezzel tartjátok magatokat a karban? Nagy egész szempontjából semmi. Igazából semminek nincs olyan különösebb, mert ez a 84 és fél év, ez rádöbbenti az embert arra, amikor eljut az agya, még nagyon ritkán jut el. Hát amikor ilyen gyerekek szeretnek, és hogy jutna el az agya, amikor 84. De amikor eljut, akkor tudom, hogy minden csak kölcsön van. Ez így van. De szép. Úgyhogy... Hogy ragaszkodik az ember egy ékszerhez, egy de bútorhoz. Az a csodálatos, hogy ez nem szabad, hogy eljusson az emberek. Akkor egy picit elszomorodok én is, mert ezt akkor... eszembe szokta jutatni néha, hogy ugyanhagy már csak kölcsön van. Csak magammal kapcsolatban mondom igen, ezeket. Igen, tudom. Hát Klári, arra kérlek akkor, hogy a következő nyissunk még egy dobozt. Maradunk nagyjából egyébként ezen a síkon, de azért szeretném, hogyha megnéznétek, hogy mi van a másik doboz alatt. Na, Gyuri, mire gondolsz? Hát az, hogy én mire gondolok, az nem publikus. Á, esküvő, gyűrű. És hol vannak azok a gyűrű? Istenem,
Hát Tihanyi félszigetre van téve az a két gyűrű, és az a két gyűrű egyébként az én szerkesztő kolléginám édesanyjai és édesapjának valóban a házassági gyűrűje. Na, tehát amit ott látsz... Honnan tudsz a Tihanyról? Na most ezt mondd el nekem. Megvannak a kapcsolataim. Megvannak. Nem, az nem fél. Tehát akkor még nem is értél, amikor engem Tihanyba elcsábított. Szóval elcsábított? Hát ez volt. Mert a publikus az az, hogy először nem adtad be a derekad. Kérdeztem, honnan van ez a Tihany? Tegyük ide mellé, és akkor látják. Valóban itt volt az, amikor... Ez hogy kell ezt finoman először, mondani? Hát, először egymáséjé lettünk. Igen. Na hát. És ez egy 1980-as Korda György, Tihany. Hallói Korda György Ori műsor volt. És a Tihany volt. És az elején még csak... A jól gondolom, hogy ez még akkor az esküvő előtt volt, a ugye? A turné végére jöttünk hát, össze. Igen. És, hát, de már én kajtattam, így volt. Kajtattam, ez jó. Az akarat már megvolt 50%-ig. Igen, és Klárika és aztán a másik 50%-ig. Klárika megadta a másik 50%-ot. Sokáig volt. Csapta neked a szelet? Augusztus sokáig, igen. Hogy udvarol Korda György? Mivel tud levenni Korda György Balázs Klárit a lábáról? Hát ő nagyon, nagyon finoman közelített, és amikor látta, hogy én nem nagyon én éreztem, hogy mi a helyzet, és nekem is nagyon tetszett, de hát én nem akartam beállni egy sorba, hát sorba álltak a nők, hát tudjuk, hogy mi volt akkor, és én úgy, meg akkor én még iskolába jártam, meg kozmetikus tanuló voltam, nappal dolgoztam. De aztán egyszer csak azt mondja, megyünk vidékre, hogy ő hátraül. Egy autóba utaztunk. Elintézte, hogy egy autóba utazzunk, ez is egy kicsit gyanús volt. Aztán egy hét múlva, hogy ő hátraült, beszélgettünk, írtójókat nevettünk, nagyon jó volt, és éreztem, hogy milyen jó humora van, és milyen... Két szomba, kezdtem, egyre jobban kezdtem megismerni, most azt éreztem, hogy egyre közelebb jön, én meg egyre kijebb megyek. Nem kézzel. Nem. Még csak, igen. Úriember módjára. Igen, és arra is emlékszem, igen. Egy kátyú. Az autó kátyúba került. Gyönyörű test, le volt sülve, izmos, futott. Hófehér, tornacipő, sportnadrág, nagyon gusztusos. És hát az a comb az egyre közelebb ért hozzám, és én már nem tudtam, hogy hova menjek, odé, hogy mit az mondjam. Ajtón kívül már nem. Hát ott már igen. Hát ez így ment egy darabig, és akkor a turné közepe után egyszer Szombathelyen volt koncertünk, Szabadtéren, és előtte beültünk hagymás csülköt. Ó, de jó az. Nagyon. És akkor a Gyuri átfogta a vállam, és azt mondta, hogy szeretlek. Ó. De ez és mit mondtál? Te mit válaszoltál? És te, én is. És ez volt az első csók. Az valami olyan csodálatos volt. Ezt amikor először tettük nyilvánvalóvá, az Békés Csabán volt, körös szállóba, ugye mentünk mindenkinek, jött az Oriba, az lent országos rendező irodába, az ügyelő, hogy a szobákat osztja ki. Egyes szoba, Korda György, mondom, és Balázs Klári. Olyan csöndet! Igen. Mindenkinek kimerett a szeme. De tudod, azt mondom neked, hogy megvan a varázsa annak, hogyha az ember vár valamit. Hát ahogy így ment az idő, és én már alig vártam, hogy reggel legyen, hogy dél legyen, hogy induljunk, hogy találkozzunk, hogy szóval ez valami, úgy sajnálom, amikor emberek kihagynak ilyen szép időszakokat, korszakokat. És csak dur bele. Igen. Ennek olyan varázsa van, és olyan varázsa volt, ahogy ez végül... Most is meglep engem ez a Tihany. Beletrafáltam. Előtte a Zsütivel találkoztunk, ott kártyázott Gédéles a szövegíró. Gédéles György volt a kártyapartnerem, a szövegíró. Igen. Wow. És az mindig Tihanyban volt a fő hadiszállás. Az igazság az azért hozzátartozik, hogy ilyenkor már mind a ketten túl voltatok egy házasságon. Igen. Mik azok a úgy utólag visszatekintve mondhatni hibák, amiket a ti kapcsolatotokban már nem követtetek el. Volt ilyen, amire azt mondtátok, hogy na, ha még egyszer, akkor ezt nem fogom csinálni? Volt ilyen? Azért én elmondanám azt, hogy az én első házasságom egy tini szerelemből szövődött,
és nagyon tapasztalatlan voltam, de egy nagyon értékes családba kerültem be, 8 évig ott voltam, és rengeteget profitáltam belőle, már tudásbelileg, szakmailag is, meg egyáltalán műveltségben, tehát tőlük, tehát hogy akkor kezdtem el koncertekre járni, klasszikus koncert, operába, de mivel a baráti kör ott volt a fonográf, akkor még a Leviék még milyen együttes volt? Fonográf volt. Illés együttes Illés. Volt. Illés, akkor az Omega, tehát hogy ezekbe a körökben mozogtam én, az akkori barátommal, aki később a férjemmel. Tehát, hogy nagyon, nagyon szép időszak volt, de egy kislány voltam. És a Gyurinál, a Gyurival való megismerkedésem pedig 26-27. Éves voltam, egy felnőtt nő voltam. Pontosan tudtam, hogy mit várok el, érzelmileg is, testileg is, egyáltalán egy férfitől. Tehát, hogy akkorra már egy kialakult nő voltam, és ő így találkozott velem. Ez eszemmel a te előző házasságod, az még viccesebb, hiszen ott elfelejtetetek elválni konkrétan 20 évig. Ez olyan Gyuri is. 21 éves voltam, amikor az Operettszínház primadonnáját elvettem feleségül, majd behívtak katonának, és a házasság automatikusan szétment, de nagyon jó barátok maradtunk. És miután éltem az életemet, eszembe nem jutott semmi, hogy nem vagyunk elválva, valami jó haverok maradtunk. És akkor Klárikát el akartam venni, és akkor hivatalnál mondták, hogy ez nem lehet, mert felesége van neked. Szóval volt írva, hogy felesége, és telefonáltam, Ibikém, el kéne válnunk 20 év után. Szóval hol van ez a nagy sietség? Jó, van. Szóval... és szeretnék. De Gyuri bácsi, bocsi, Gyuri. Nyugodtan. De azért neked a megállapodás, mind a ketten nagyon nagy áldozatot hoztatok, majd fogunk beszélni szerintem mindjárt Klárinak az áldozatáról. Te olyan szempontból, hogy hát te akkor a legnagyobb ikon voltál, ahogy mondja a Klári is, hogy nők igen. álltak sorba, tehát, igen. hogy neked erről a részéről le kell mondani, amit most sokan azt mondják a tépén. Na, de az az arról... előtt is úgy volt, tehát ő ezt már tudta, hogy mivel jár. Hát ezt mondom, de hogy azt most sokan mondhatják a képen, hogy jaj, hát lemondani a csajozásról. Van, akinek nagy cucc lemondani a csajozásról, igen. és neked ugye... Tehát Zsolt, hát most itt őszinte beszélgetés van, tehát őszinte is leszek. Én nem igazán gondoltam arra az elején még, hogy itt egy hoppá. Ilyen hosszú, hallod? Mint az a Mimi, csak nagyon tetszett, mondom, hátraülsz. Jó lenne. Az a bizonyos dolog. Arra meg egyáltalán gondoltam, hogy együtt fogunk énekelni. Hát együtt énekeltünk, de csak a műsorban, tehát duetteket, a vokális dolgokat. És kerestem egy duettpartnert. És közben beleszerettem, és eszembe jutott, milyen nagy marha vagyok, én mit keresgélek, én gyönyörű hangja van ennek a lánynak, szeretem is. És így minden. All és in. Ez az all in. Akkor először kezdődött. Ez az all in. Klárikám megadta. Aztán jött az all in. És Klárikám megadta, de ugyanakkor nem csak ezt adtad meg, hanem ezzel együtt, hogy beadtad a derekadat, tulajdonképpen te a szóló karrieredet is feladtad, mondhatjuk igen. így. Igen. Mert te de innen... ezt nem sajnálom. Nem ezt sajnálod? Soha nem. Bocsájtom, hogy... Ugye én egy kicsit klasszikus éneklést tanultam, aztán mentem a jazzes, kicsit szambás, latinos vonalra, ezzel a bizonyos periszkóp együttesen. Ez a latinos világ, ez mind a mai napig megmaradt, és azt hiszem, hogy abba érzem magam igazán otthon. És, de aztán csak izgatott a klasszikus éneklés, akkor csináltam egy operaslágerek CD-t, ahol én megpróbáltam a igazi nagy slágereket áthozni a könnyű műfajba. Ez nem egy könnyű dolog, mert nem igazán, hogy mondjam, itt azért nagyon el vannak különülve a különböző műfajok. És az, hogy
átmegyünk egyik műfajból a másikba, azt nehezen emésztik meg, pedig a nagyvilágban, Amerikában, olaszoknál is mindenütt ez egy létező dolog. Lárika, lehet, hogy mint szólista nem csináltál olyan karriert. Igen. De velem ugye énekeltél egy mázsányi sláger. Meg nagy lemezeket. De sem. Ami a legnagyobb, mondj egy olyan hölgyet. Na? Vagy egy énekesnő, amikor kiejtik azt, hogy Klárika, aha, akkor mindenki Balázs Klárira ez igaz, asszociál. Ez igaz, ennél mit lehet többet elérni? Ez így van. Hát valóban ez nagyon sokan van. Szeretnének egyébként. Nagyon sokan ez így van. Így. Tehát, hogy nem érzem úgy, hogy lemondtam. Egy új karriert csináltunk. A Gyurinak is egy új karrier volt. Hát a szólisztikus karrier mindig is azt mondom, hogy az, hogy én ennyi ideje énekelek, azt tényleg a Klárikának köszöntöm, akivel szinte egy új karriert igen, kezdtem el. Akkor szólóban nem lenne most Korda György 84 biztos évesen. Uh-huh. Akkor egymást tartjátok színpadon? Tessék? Azt gondolom, egymást tartjátok igen, színpadon? Igen, igen. Szerintem igen. Én azt mondom, hogy egy olyan fajta műfajt teremtettünk, amelyik bár volt előttünk, mert volt előttünk, Zárai Vámosi nagyszerű teljesen mások volt, voltak, mint mi. De másfajta zeneiségük, másfajta... Tehát más érzéseket közvetítettek, másfajta, mint mi. Másfajta szövegeket énekeltek. Tehát ők inkább ezt a horgászunk, játékos... meg azt minden... Horgászunk, meg bőnőt, stb. Nálunk meg... A férfi és ízzik, egy nő. Igen. Ízzik a... Még most is. Te képzeld el, ez olyan a koncerteken, hát még én is mosolygok rá, tehát hiszen amikor már nem vagyok. Vagyunk, csókot, és akkor közelítünk egymást. Te az a 20 000 ember úgy ordít, hogy majd leesünk a színpadról, olyan édesek. Egyetemeken is előfordul egyébként, de visszatérve a kérdésedre, hogy úgy gondolom, hogy én nyertem, nagyon sokat nyertem ezzel a pályával, hogy így ketten csináltuk. Az elején sokszor megkaptad azt, lehet, hogy még azt mondtad mostanában is, hogy te felkapaszkodtál a Gyurin, aha, de azért most már több mint 40 év igazolja hát, az, hogy vagy nagyon erősen fogod, vagy nagyon erősen kapaszkodsz, vagy lehet, hogy nem csak az volt a célod, hogy berobbanja a zeneiparba. Nem, egyáltalán nem. És mind a mai napig ezt nem nagyon szoktam mondani, de az igazsághoz hozzátartozik, hogyha valami fölött dönteni kell, tehát hogy nekem én elmehetnék egy másik műsorba, egy nagyon népszerű műsorba, nem egybe, többe, és döntenem kell, hogy a kettőnk munkája, vagy a házasság, mindig a házasság van elől. És utána azt mondom, hogy bocs, de ebben a műsorban én nem. Táncos. Magyarázz, de igen. Szombatesti lázba. Szombatesti lázba, írták a Klárikát. Én meg azt mondtam, én nem szeretném elmenni, én ne fogdossatok izzadtanak. Napi 8 órát gyakorolni egy idegen pasival. Féltékeny a Gyuri? Nem. Tudom. Gyuri nem? Nem, én mondna, csak mondom, hogy igen. Igen. Jó. Nem vagy féltékeny, de mi a tiéd, az a tiéd. Ebben hát, a szempontból eléggé mi konzervatívak vagyunk. Mi a azt mondjuk, hogy a hűség nagyon fontos. Tehát az, hogy egy házasságból, kapcsolatból kikacsingatni, sokan megcsinálják, de én mindig előre megjósolom, válás van mindig. Hát, Zsolt, ez az, amire mondom, nem biztos, hogy igazunk van. De nekünk tehát így jó. Nem is volt példa botlásra? Nem. Nem is toleráltad volna? Nem létezik. Inkább téged kérdezlek, nem is toleráltad volna, hogyha esetleg Gyuri mégiscsak egy kicsit vissza-vissza tekint a régi önmagához? Az az igazság, hogy a Gyuri 41 körül, 42, nem tudom. Hány, 41 volt. 41 volt, hogy annyi mindenen túl volt már. Tehát annyi kalandon, annyi egy éjszakás kapcsolat, több éjszakás, hosszú együtt. Volt több tehát, hogy volt több éjszakás. Jó, igen. Tehát, hogy annyi mindenen túl hát, volt. Én úgy is együtt éltem hölgyekkel 7-8, az egyikkel 7, a másik 8. Igen, de azt gondoltam, hogy abban a korban van ő is, hogy ha úgy gondolja, hogy én legyek a feleség, akkor tudja, hogy miért akarja. Tehát, hogy nem vicc. Akkor úgy teszem fel a kérdés számodra, a megcsalás megbocsátható? Fú, valami eltörne bennem. Megbocsátható, de már nem lenne ugyanaz. Megbocsátható, de
nem lenne ugyanaz, de köztünk szövetség van. Tehát, hogy... És a szövetséget nem lehet elárulni. Az a megbocsáthatatlan. A szövetséget tudod, elárulni. Tudod, hogy amit néha láttam, ugye hát hosszú évek óta vagyunk a pályán is, meg együtt is, hogy még nem is voltunk együtt, amikor láttam ilyeneket, hogy hát félrelépett a feleség, a művésznő, és akkor a zenészek meg, amikor jött a férje, akkor ott összemosolyogtak a hátam mögött, mert ez valahol olyan... És olyan, ezzel árulod el igazából a másikat, hogy rajta olyan nevetnek. Olyan piti, olyan megalázó. Igen, de tudom, mi az érdekes? Nagyon érdekes. Én őszintén megmondom. Mióta együtt vagyunk, nem is voltam kísértésnek kitéve. És ez most panaszkodsz, vagy mi? Igen. Meg tudom érteni, mert Klárika de nagyon tényleg, jó bőr. Tényleg nagyon. Elképesztően jó bőr, tényleg. Te drága vagy, imádom. Az a, tudod, de ez látszik is, de... hát már el van zsibbadva az arcom, hát nem tudtam, egy pillanatig de... nem van segíteni, rátok néztek az ember, és boldog lesz tőle. Most hát receptre kell írni titeket. Beszélgetünk, tudod, itt ezekről a dolgokról, de mégis azért egy nagy igazság van, hogy mind a ketten az igazi nagy szerelmünkkel találkoztunk ebből a kapcsolatban. Akkor a szerencse kérdése is. Óriási. Itt, ugye? Hát van, aki egész nagy. Életében nem nagyon találja meg. Nagy. Sőt, a következőbe sem. Neked meg melléd ült. Látod, hátraült. Hátraült. Te nem ismertél engem, és nem is igazán ismerhetsz. Ilyen szempontból nem vagyok megalkú. Jó, opportunista ember vagyok, megalkuló ember vagyok, de ebből a szempontból nem. Tehát művészi szempontból és magánéleti szempontból nem vagyok megalkuló. Vannak dolgok, amiről megvan véleményem, de nem mondom, stb. Nem szeretek konfrontálódni senkivel. Hogy azért tehát ne gondold azt, hogy mi úgy töltünk együtt napokat, meg heteket, hónapokat, hogy oké, együtt dolgozunk, de nem ülünk egymás nyakán. De ezt akartam kérdezni, van én idő? Tehát, van, hát ő leül ultizni. Zenét hallgatok, igen. Filmet nézek. Igen. Sokat kártyázok. Még kicsit kezdtem megijedni, hogy ti 24 órát együtt vagytok. Nem. Nekem van olyan, amikor azt mondom Patriknak, hogy egyetül nekem most muszáj elmennem otthonról, ugye? Vagy egyedül kell, vagy tévézni, bemegyek a hálóba, és kezdtem egy kicsit azt érezni, hogy bajban vagyunk. Mert én nem tudok 24 órát vele lenni, de senki mással sem kell, hogy egyedül van, legyek. És például, amikor hosszú utazásunk van, néha, ugye a vidékre nem én vezetek, hanem a barátunk, a Csaba, a technikus fiú. Van, hogy az egész úton nem beszélgetünk. Én is a gondolataimmal vagyok, ő is, a Csaba vezet, tehát, hogy nem kell mindig, meg van, hogy néha az ember dolgokon akar gondolkozni, vagy magadba akarsz ilyen szempontból is maradni. Mert nem kell fárasztani a másikat mindig, mert lehet, hogy ő is hallgat, akkor úgy vagyok vele, hogy most neki is az van, ami nálam, hogy most egy kis pihenés. Aztán el is alszom közben, mert ugye én keveset alszom. De hát, hogy ez egy nagyon kemény munka. Tehát egy nőnek, aki színpadon van, ez nagyon, nagyon kemény. A háztartást rendbe rakni, ő ráfigyelni. Keményebb, ugye, mert tényleg az, hogy... az ingem olyan legyen, amilyen a ruhám olyan legyen, oda kell. Nem engedi se mosni, se vasalni senkit, hiába mondom, hogy legyen. Nem az ő ruháit. Mai napig Klári csinálja neked, hogy készítik ki a ruhát? Abszolút. Igen, és oda készítik. De viszont soha még nem mondtam azt neki, most én egy rántott csirkét szeretnék rózsa. De mondjad, megcsinálom. Tehát ne... Hát én imádnak. Tisztelem. Nem, soha nem... Nézd. Tehát nem követem, odaad egy rántottát, megeszem. Együtt utazunk, együtt szállunk be a kocsiba. Van, hogy én fölkelek korábban, hogy be legyen vásárolva, mert éjjel, ha hazaérünk, én biztos, hogy gyümölcsöt szeretne enni. És most valamelyik nap is alig aludtam 3 órát, de gyorsan még elmentem, már
jött, tudtam, hogy jön a pünkösd, és zárva lesz az üzlet, de zöldség, gyümölcsökből jó sokat vettem, úgyhogy még minden most is van, mert éjjel ő mindig azt enne. Hazaérkezik, hogy kérlek szépen, nyisd már ki egy mandarint, vagy egy érett körte, vagy... Mindennek tudtam róla. Igen. Hát, de én ezt imádom, de annyira, annyira csodálatos, annyira szeretnék 30 év múlva, most már 8. éve gyötörjük egymást a kedvesemmel, úgyhogy nekünk még van hátra jó sok, hogy ezeket, ugyanezeket el tudjuk mondani. Gyuri bácsi, azt mondanak nekem, hogy ennyi fellépés mellett, igen, van időtök egyébként a magánéletre? Ti minden héten mentek. Abszolút magánéletet élünk, tehát én nem tudom, hogy érted ezt. Direkt nem akartam erre rákérdezni, mindig azt szoktátok gondolni, hogy van egy, ami összetart titeket, az nem publikus, de Gyuri bácsi, de te huncutabb vagy nálam, én úgy látom ezt, jóval huncutabb vagy, úgyhogy általánosságban véve magánéletre. Azt szeretném elmondani én ezzel kapcsolatban, a férfi mindig az marad, mindegy, hogy hány éves, ha átsugranok a konyhán, hát? A nézés sémből se, járásával a nézés a jobb. De hogy igen. Jó, ha ennyi év tapasztalatából újra kezdhetnéd, Gyuri bácsi, bármit megváltoztatnál? Bármit csinálnál máshogy? Akár a kapcsolatodba, akár karrierben? Hát ebbe bele kell gondolni, mert inkább ugye fiatalabb koromból változtatnék. Szüleimnek egy kis fájdalmat okoztam, ma valahogy nem voltam jó tanuló. Aztán már utána büszkék voltak rám. Van egy valami, amit nem szeretek elmondani, mert Klárisa szereti, de neked elmondom. Az édesanyám, akit imádtam, elváltak szüleim, de én ugyanúgy otthon voltam nála 35 évig. Egy József körúti egyszobás udvari lakásban élt a második férjével. És mi ugye ott volt szállodánk, házaink, stb. Mindig mondom, anyuka, gyere el lakni hozzá, nem tudunk utána, valami bajod van. És volt is valami baja, és baj volt, hogy nem volt velünk. Addig könyörögtem neki, amíg odajött hozzánk a szállodába, ahol 30-an esték a gondolatát, igen, és másfél év múlva boldogtalanul halt meg. Igen. Nem volt boldog. Nem volt ott az a társasága, a kis presszó, a kis közért, igen, a barátnők, a csicsergés, a izé. Igen, egy nagyon túl steril környezet. Annyira még a mai napig is bánt. Ez, hogy mindig ilyen derűsek, vidámak, életigenlők vagytok, ez egyébként, ezek teljesen ti vagytok, vagy van olyan, amikor ez egy felvett dolog, és nem, akkor is ilyennek kell lennetek, nem, mert ki kell menni 10 000 ember elé? Soha. Nem, mi ilyenek vagyunk. Soha. És pont azon gondolkoztam, hogy mielőtt idejöttünk, ültem a tükör előtt, készültem, szebb pillát ragasztottam. Mondom, hogy ó, Istenem, miért is kell ez? És a másik mondat már ott volt, hát ez azért kell, mert még nem vagy öreg, Klári. Hát ki kell valahogy nézned, és egyáltalán, és nagyon érdekes ez, amikor most veled is beszélgetünk, vagy a korosztályoddal, hogy nem érzem a generációs különbséget. Tehát abszolút megértem őket, benneteket, és utálom ezt a mondatot, és nem is használjuk se. Bezzeg az én időmben. Ezt én sem. Nem az van, nem most engedem. Most a jelen van. Ez van, ezt is nagyon-nagyon szeretjük az emlékeinket, de nagyon szeretjük a mostot is. Tehát most is mi annyi értékes fiatallal találkozunk, akiktől mi pluszt, energiát, optimizmust kapunk, és mi ezt így befogadjuk, és azt tudjuk visszafelé is közvetíteni a színpadról. Nagyon-nagyon fontos. Magyarul mondva, lefordítva a kérdésedet, abszolút természetesen élünk. Igen. Ki a hiúbb? Szerintem én. Igen? Igen. Te is egyetértesz? Igen. De ez nem baj.
Nagyon szerettem volna megkérdezni, és hogyha nem válaszolsz rá, igen, azt is elfogadom, hogy van-e bármilyen beavatkozás rajtad, plasztikai beavatkozás? Ezt mindig megkérdezik. Igen? Képzeld el, én nem tudtam, őszintén, hogy lehet-e. Őszintén, de nyugodtan. Amikor az 50. születésnapon volt, hát a Gyuri 50 vörös rózsával köszöntött, gyönyörű volt, és a nővérem fölhívott ő Németországba, és azt mondja, na mi van, szomorú vagy? Mondom, miért? Hát 50 éves vagy. Hát mondom, én miért lennék szomorú? Hát én nem vagyok szomorú. Majd 10 év múlva, ha 60 éves leszek, lehet, hogy elmegyek egy faceliftig. Á, ne menjél, mindegyiket elront. Jó, ezzel befejeztük. 60 éves lettem, nem mentem el faceliftingre, és 70 éves lettem. És akkor is megfordult a fejemben, és ültem a tükör előtt, és azt mondtam, hogy hát nem lógatok ám, hát nem redőzik a nyakamon a bőr. Hát itt-ott van, meg aztán most egy hosszabb fogorvosi beavatkozásom volt, ami nagyon meggyötri az ember arcát, főleg a száj környéket, az, vagy minden. De azért van egy-két olyan nagyon komoly titok, amit ha elárulnának a nőknek, nem mennének szájat fújatni, meg ide pofacsont. Azért mondják, hogy meg vagyok csinálva, mert nagyon erős a pofacsontom. És ezt szokták tölteni. A szám miatt. Hát ott elárulnak a családba. Mondjuk elmondtál 70, és nem nagyon van rajtad ránc. Ez azért nagyon igazságtalan, de csak mondom, lehet, mert én 4 havonta botoxoltatok. Ez komolyan? Persze. Hát hogyne. Hát mert olyan redők vannak a homlokon, hogy 200-as belefér. Azért, hát ezt nem lehet másképp. Úgyhogy hármunk közé lehet, hogy én vagyok a leghívóbb. És mennyivel jobban nézel ki, mint én. Ezen a szomorú. Azért szeretném azért elmondani. Van, igen, van, vannak a sok hajat. A sok hajat. De figyelj ide, az az igazság, félek. Annyi rosszat látom. A Serrel így találkoztunk, tehát én láttam. Tudom, nagyon irigyellek emiatt. A nő 70 éves, mint amit én nagyon nem szégyellek, akkor már elkerülhetetlen lesz az, hogy megnyúzzák. És az a megnyúzás, a szó szerint az, a szakmám, a kozmetikusi szakma, hogy az alatta lévő izom és minden, azt annyira kell ápolni azt a bőrt, hogy ne legyen csúnya utána, mert a keringés minden megváltozik. De akkor te tudatosan szakmádból adódóan is figyeltél erre, és ennek köszönhető. Figyelhető, ezt teljes szakmaisággal mondja. Én de, 14 látom. Éves, ez a szerelmem, ez a szakma a második szerelmem, és ha nem énekeltem volna, már az enyém lenne a legszebb szalon a belvárosban, ebben biztos vagyok, de nem szabad, tehát hogy vannak olyan alapdolgok, amire ha vigyázol, az esti letisztítás, mit teszel éjszaka, mit teszel, mit iszol. Mi alkoholt nem iszunk, nem dohányzunk, csak vizet iszunk. Például egy nőnél ez az alap. Tehát, hogy ezt, ha betartja, hosszú ideig fiatal marad. Drága Klávika, mondja, egy kérdés Gyuri. Voltál Nem. Semmi? De figyelj, te egy olyan dolgot megcsináltak. De várjál, mert az fönt van a felső szemhéjamból egy kicsit kivettek, de az orvos le akart róla beszélni. Szóval, hogy még várjunk, mondom, nem várok. Most kell, mert, és akkor egy nagyon-nagyon jó kezű, ugye nem mondhatunk itt nevet, gyönyörűen megcsinál, de nem, tehát hogyha becsukom, és nincs rajta smink, akkor se látszik a nyoma. Tehát igen, hát hogyha szike, az szikés volt. Tehát, a válasz, nem. Hát faceliftingem nem volt, melműtétem minden nem. Eredeti. Mi van még? Mit csinálnak hát, még? Hát nem tudom. Zsírleszívás, az halálos. Azt például vállalod, hogy parókát hordasz. Azt mondtad azt is. Azt mindig is hordtam. Igen. Ma már ez nem egy csodás. Ügy. Tulajdonképpen minden nőnek kéne lógjon a szekrényébe. 2-3 olyan haj, ami nagyon jól áll neki. Ha hirtelen kell valahová menni, kapja már föl, menni, még úgy néz ki, mint egy mosónő. Bocsánat. Szóval kérdésedre válaszolva, miután engem is kérdeztél, én nagyon hosszan azt mondom, nem. Jó, Gyuri bácsi, igen, hát ez könnyebb elemészhető volt. Vele könnyebb nem csináltak semmi. Egy újabb doboz. Gyuri, most hát, ha neked van közelebb, akkor kérlek. Fölfelé?
Igen, ez egy repülő, és hát egy villa. Nem tudtam a kordavillát máshogy. Jaj, de éd! Nem tudtam sem, hogy a kordavillát megjeleníteni. Úgyhogy hát erről fogunk egy picit így beszélgetni. Melbourne-be a barátainknak saját ilyen family panziója volt akkor, ami aztán később egy hatalmas szálloda lett. És ő mondta, hogy miért nem csináltok egy olyat, hogy ott laktok, és akkor jönnek egy pár a barátok, szoba, és akkor az hoz pénzt. Korda, a villakorda, amelyik 32 évig volt a mi büszkeségünk és az otthonunk, és ebbe az évbe adtuk el, mert már nehéz volt. Nem ment volna jól. De most ugye ott volt egy ilyen hivatkozás, hogy hát a fűtésárak és valami, és anélkül, hogy a zsebetekbe turkálnék, azért szerintem ti ki tudtátok volna gazdálkodni azt, hogy kifizessétek nem. a fűtést. A szállodából hát, nem. Csak hát az nem a szállodából, hát ezt akartam na jó, mondani. De, hát, de hogy ez, tehát ez, mi volt inkább ennek a mozgatórugója, hogy megváltatok a villától? Az, hogy nem volt rentábilis, vagy nem lett volna rentábilis, vagy az, hogy egyszerűen már nem tudtatok azzal is foglalkozni? Azzal is kellett volna, nem tudom, Gyuri, hogy te emlékszel jó, arra, mi 10 évvel ezelőtt beszélgettünk ketten arról, hogy ezt a házat mi fogjuk eladni. Mi csináltuk, mi fogjuk eladni addig, amíg élünk. Uh-huh. És ez az idő most jött el. Jött a Covid, utána jött a háború, jöttek ezek az áremelések, minden, sok mindenki a környezetünkbe sajnos bezárt éttermet, szállodát, mindent. Te mit gondolsz erről? Ez az egyik, és ez abszolút korrekt, amit a Klárika elmondott. A másik az, hogy annó még úgy gondoltuk majd, hogy ha akkor abba hagyjuk az éneklést, akkor lesz egy ilyen kiegészítő sportág, a szálloda, pianóbár. És leülünk, pianóbár, és kárde. Ez nem így megy. Na de hát... Hát nem sikerült abba hagyni. Nem. Ne, hát egyre többet énekeltünk, egyre többet énekelünk. Póker közvetítés, különböző tévéműsorok. Igen. És plusz gondol bele, most még, ugye, mert szállodára pláne most, oda kell figyelni, annélkül nem megy. Igen. Tehát ha nem vagy ott egy emberként, egész embert igényelt volna, igen. Eljött az idő. Mint hogy mindennek eljön az ideje, ennek is eljön az ideje. Én nem azt mondom, hogy mert ilyenkor mondják, hogy júj, most akkor nagy fájdalom. Fáj, de inkább a szép maradt meg bennem. Igen, nagyon sok szép emlékünk volt ott. És találtatok már egy olyan helyet, ahova ki lehet akasztani a relikviákat, az aranylemezeket, stb. Mert ugye itt a lépcsőforduló, lépcsőfordulóban volt. Igen. És kiraktunk, de az új lakásunk az kisebb. Kettő. Tehát lakásba költöztetek, nem lakásba, házba. De egy háznak a tetején vagyunk, úgyhogy az egész egy ég volt a miénk. Maradtatok Budán? Abban a kerületben. Én egyet kértem a Gyuritól, próbáltunk sok mindent, hogy talán építeni, talán, de előtt. Nem menjünk el a második kerületből. Én annyira szeretem azt a kerületet. Nagyon. Hát érthető. Te is ugyanott, ugyanaz a házi orvos, ugyanabba a boltba járunk, ugyanúgy a rózsakert. Ez az, amiről meséltem az édesanyám. Nekünk, mi ezt meghagytuk. Ott a kisbolt, ott van a bevásárlóközpont, ott van az orvos, ami ott van a presszó. És átmegyünk a rózsakertbe ebédelni, találkozunk minden ismerőssel, híressel, nem híressel, szóval ott az egy olyan kis központi hely. Én semmiképpen nem akartam volna innen elmenni. És mi nagyon sok változáson mentünk keresztül, ami nem változott a egymás iránti szerelmünk és érzelmeink, de a környezetünkben már minden változott. Egy-két bútort megtartottunk, amihez ragaszkodtunk, de szüleimnek van igazából meg kell tanulni azt, hogy semmi nem áll, minden változik. Tehát az, hogy valamiért az hozza az életet, hogy el kell menjél egy másik lakásba, annak oka van. Valamiért el kell menjél. Lehet, hogy ez szebb lesz. Lehet, hogy egy átmeneti lesz, de azután ott a
kis pocsékba, te megcsinálod a szebbet, mert mi is laktunk egy szobába 5 évig, ugye? Vagy hat évig egy szobába, a két kutya is ott volt. A nehézségek. Mondtad, hogy voltak a nehézségek. Igen, tehát nem mindig úgy volt. Például, amikor a szállodát, már most a szállodáról beszélünk, a szállodát építettünk föl, kölcsöt vettünk föl, amit vissza kellett fizetni az utolsó centi, és csak jelzésképpen mondom, az első időkben, negyed évenként, 90-ről beszélek, 2.800.000 forint volt a kama. Majdnem belehaltunk. Negyed évenként. És akkor a lakásunkat, amit ott felépítettünk, kiadtuk. Elmentünk a szállodába, tehát a lakásunkat kiadtuk, hogy tudjuk fizetni. És bementünk a szállodai szobába. Igen. Anyósoma az egyikben, mi a nagyobb, a két kutyával, az anyósoma kisebben, két macskával. Konyhám nem volt, tehát elég érdekes élet volt. Szóval azért ez kemény volt. Van még ott egy tárgy. A repülő, repteret nem tudtam ide varázsolni, de azért tudjuk, hogy a repülő többnyire, ha minden jól megy, a reptérről száll föl, és oda is száll le, a reneszánszát éli. Nyilvánvaló, hogy nem rajtatok, hanem veletek szórakoznak a fiatalok. Tehát, hogy ti nem az a modern szóval élve cringe, vagy kínos kategória Igen. vagytok, aki nevetnek, akiket Igen. kigúnyolnak. Nem volt bennetek viszont soha ilyen félelem esetleg, hogy hívnak a fiatalokra, vagy azért hívnak a szigetre, hogy nevessenek? Hát nem is akartunk elvállalni. 22 évvel ezelőtt. Nem akartunk menni. Igen. Nem akartunk menni, mert én mindig arról álmodtam, hogy úristen, de jó lenne egyszer az E-épületbe, az egyetemen föllépni. De hát Nem. És 22 évvel ezelőtt telefon, azt mondja az egyik szervező, kérnek benneteket az E-épületbe egy koncertre. Gyuri, menjünk, hát én az Omegára jártam oda. 63 éves voltam. Mondom, ezek Klárik, ezek viccek csinálnak. Aha, viccelnek, igen, mondtuk, hogy biztos vicc. Nem baj, vállaljuk el. És előttünk volt egy beat együttes. Nem, a Péli Barnáik volt. Valaki velem. De nagyon jó volt a csapat, tehát a Barnáik. Nagyon jó csapat volt. Előttünk nagy ízét. Az ember azt mondja, ez a szervező, majd én bekonferálok benneteket. Hát mondtuk, hogy... És olyan csend lett, mondom, hogy ezek már nem dolgoznak? Nem. De mi ez a hang? Korda, Gyuri. Igen. Korda. Ez volt az első ilyen. Igen. Mi van? Szóval nevedet skandálják, az ember, és most hogy foglak be? Mondtuk, sehogy, és félrelögtünk, és sehogy, mentünk ki. Megyünk ki. És elkezdődött. És az megalapoztam. Elkezdődött. Igen. Én sírva fakadtam. Gyönyörű volt, gyönyörű. Én úgy elkezdtem sírni, Igen. nem tudtam folytatni. Valaki nagyon okosan meglátta ezt. Nagyon okosan, mert onnantól kezdve a Sziget Fesztiválokon, hát a Sziget Fesztiválokon azt gondolom magyar előadók közül egyértelműen nektek van a legnagyobb sikeretek, de ott vagytok az összes fesztiválon, a Budapest Parkban, ugye nemrég megtöltöttétek a Budapest Parkot. Tehát azért valaki ebbe látta, és bennetek meg akkor először nem akartatok elmenni, de amikor elindult ez a lavina, akkor azt mondtad, hogy menjünk, csináljuk. Hát, igen. Boldogan. És akkor kezdtek hívni az egyetemi bulikra, a Campus Fesztiválra Debrecenbe, a szalagavatókra. Tehát, hogy rendszeresen járunk az egyetemekre. Tudom. Imádjuk őket. F-foton találkoztuk, vagyis hát én csak láttalak titeket. Egyébként, hol a telefonom? Nem akartam volt. Nektek mutatni, hogy van, igen. Hát de van ám, de akkor én még az RTL-nél dolgoztam, akkor még az RTL rabszolgahajóit eveztem, és hát összeszedtem minden bátorságomat, és oda mentem hozzátok, mindjárt megkeresem. Hát ez csodálatos volt. Itt van. Sovány voltam. Jaj, de nagyon csinos vagy. Hát most is csinos. Így múlik el a világ dicsősége. Nem voltál soványabb, mint most. De egy tízes. Igen. De nagyon jó a kép. Átküldöd nekem? Persze. Jaj, én ennek nagyon örülök. Átküldöd. Olyan büszke, és nem is tudom, hogy mit írtam már. Muti,
Most már kinagyítottam. Nézd meg, milyen jóképű fickó, oda néz. De tényleg. Nagyon. Ez 4-5 évvel ezelőtt. Hát úgy rongyoltam le a szerkesztőséget. De jó. Mondták, hogy a kollázsra azonnal megyek. Igen. És az, igen, írtam, hogy kézenfogva távoztatok. Hogy annyira cukik voltatok, és kézenfogva távoztatok onnan, hogy nekem ez már akkor is egy ilyen, hogy mondjam, hát azért a televízióban az általában kamera indulástól kamera leállásig szokták szeretni az emberek egymást meg ott viselkedni, aztán kész, de ti kézenfogva szálltatok be az autóba, aha, és úgy látszik, hogy ez megismered bennem. Na mindegy, szóval, hogy már nem tudom, hogy honnan hoztuk ezt a témát elő, de hogy abszolút az én korosztályom is, és ami a legelképesztőbb, hogy mint láttuk, az általános iskolások is. Igen, a kicsik is. Nem hiszem, hogy van még egy ilyen magyar előadó, pláne duó, aki ennyi generációt átívelne. Egyébként ennek, tehát ezt föl tudjátok, helyén tudjátok kezelni, föl tudjátok dolgozni? Minden nap rá csodálkozunk. Nem, én minden nap hálát adok, ha jó Isten. Olyan boldogság ez. Mi? Ez annyira, azt gondolom, tényleg egyedi, és amikor nagyon sokan, amikor mindig sokan vannak a nézőtéren, de éneklés közben mindig úgy nézem az arcokat, meg messzív, és minden korosztály ott van. Félelmetes. De a hófehér hajú is, és az egész kisgyerek ott kapaszkodik elől, és gyertél, és Mamma Maria, azt is nagyon szeretik ezeket a templomzalokat. Nagyon nagy érzés. Van még nekünk titkunk? Hát reméljük, még van két doboz, az egyiket van? Emeljük fel. Júli. Igen, Gyuri bácsi. Ja, meg én Gyuri. Vagyok? Igen. Hát ez talán az, na, gondolom, hogy... Na véletlenül! Nem, hogy megint én vagyok, ez vagyok én. Igen. Imádj. De közben meg, hát nem csak te, mert azért mindenki azt mondja, hogy te a nagy kártyás, a nagy zsugás, de közben meg... Megtanultam. Ez az évek alatt rád is rád ragad. Imádom. Ultival kezdett minden. És utána. És utána, amikor a Fészekművész Klubba jártam be kártyázni, egy világbajnok vívó Messzén a Miklós, Vasasnak volt utána az elnök, a barátom volt, megtanított pókerezni. De az európai pókert játszottuk, az ötlaposat. Ezt úgy hívják, hogy draw póker. Uh-huh. Tehát öt lap van, és hármat lehet cserélni, vagy négyet a legtöbb. És én ezt, amit most közvetítek, nem is tudtam, hogy ilyen van, ilyen létezik. Na, hát jobb később, mint soha. És amikor ezt úgy hívják, hogy Texas Hold'em, ezt a játékot. Úgy közvetítettem a Texas Hold'emet, mint az ötlapos pókernek a szabályaival. De teljesen fél, nem ugyanaz. És jöttek a... Meg, tetszett ugye maga... Az egésznek a hangulata, jöttek a kommentek, hogy ez nem normális, ez az ember már, mint én. Hülyeségeket mond. Én meg azt mondtam, nem igaz, hogy irigyek rám, mert siker. És oda jött az internetes pókeresek vezető, és azt mondta nekem, Korda úr, itt egy könyv, ezt tanulmányozza, ez a Texas Hold'em szabályai. És rájöttem, hogy milyen bolondságokat mondtam, összehívattam az internetes pókereseket, és nyilvánosan bocsánatot kértem. De hát azóta ez már történelem. Hát ez már történelem. Mert hogy a neveddel összefor teljesen a póker. A póker szerencsejátéknak mondják, viszont azért a nagyobb pókerversenyeken rendszerint ugyanazok a nevek merülnek mondják fel. Tehát, hogy itt azért a pókeren belül, a szerencsén kívül van szükség tudásra, hiszen nem lehetne szerintem évről évre ugyanaz a bajnok, ha mindig csak a szerencsén volna. Így van. Mindenkinek szükség van a szerencsére, és a szerencsefaktornak az egész életben, mindenben, a játékban, a közvetítésedben, a gazdasági életben, az egészségben mindent ott kell lenni. Ugyanez van ennél a sport, mert sport. Uh-huh. A Texas Hold'emhez tudás kell, és nagy szerencse. És türelem. De a tudás és a szerencse 80-20%, 80% a tudás javára. A szerencsédet elő kell idézni.
Uh-huh. Hosszú. Egy kicsit komolyabb téma, a Szerencsejáték ZRT 3 évente készíti el azt a felmérést, ami hát egy ilyen szerencsejáték függőség térkép tulajdonképpen. Nagyon aggasztó adatokat közöltek legutóbb. A legutóbbi felmérés alapján is közel 1 millió embert érint ez. Függőség? A szerencsejáték függőség, de bizony. Nem a póker. Ez kártya, ez a fogadás. A masinák, illetve a mi ez, amik golyó? Rulett. Köszönöm szépen, rulett. Minden egyéb. Na, az első kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy te függesz ettől. Nem. Nem, tehát, nem szerencsejáték, én profi kártyajátékos vagyok. A kártya a szellemiségnek az egyik kifejező formája. Tehát a legnagyobb szellemek. Azért Texas Hold'em-en is mentek már el házak meg autók. Hát persze. Bocsáss ilyen meg. Szempontból. Bocsáss meg egy pillanatra. Nézzél fel oda, tetőre. Fogadjunk, mert fogadhatunk 10 millió forintba, hogy ez fehér vagy vajszínű. Tehát ez, hát ez teljesen, most teljesen mindegy, akármit csinálhatsz nagy pénzbe. Persze, tiszta sor. Igen, mondja csak. Tehát aki szereti ezt a játékot, én csak erről tudok beszélni, mert ezt a póker tanultam meg a Texas Hold'em-et, az én versenyes vagyok. Tehát én a bóvó befizet az ember egy összeget, beül a versenyre, ha jó estéje volt, akkor nyert, ha nem, akkor föláll, és annyit vesztett, az, hogy az nem befolyásolja az életét. De igazából azt gondolom, hogy nem szabad összetéveszteni azt a fajta kártyajátékot, amit a téren ott ütnek, meg gyufás dobozokba fogadnak. Más. Én szerintem ez egy sport. Bocsánatot kérek, igazam is. Ami a lényege, és amitől sport és nem szerencsejáték, elmondom neked. Tehát pénzbe megy, mert ha belenevezel egy versenybe, akkor is pénzre megy. Mert mondjuk benevezel 20 ezer forinttal egy versenyre, de mindenki annyival nevez be, és mindenki ugyanazt a sanszot kapja, igen. Meg már ugyanannyi zsetonja van. Igen. Tehát itt demokrácia. A másik, ha játszol készpénzbe velem, úgynevezett cash game-et, neked van 1 millió forintod, nekem csak 100 ezer forintom. Ha te azt mondod, hogy all in, vagyis az 1 millió forintodat betetted, és én megadom, én csak a 100 000 forintomért vagyok felelős, tehát csak annyit veszhetek, amennyim van. És az 1 millió se az 1 milliót veszik, hanem az 1 millióból levonnak 100 000-et. Uh-huh. De ha ugyanez 10 000 forinttal van, akkor 10 000. Tehát ez egy demokratikus játék, ez egy sport. Igen, csak ugye Magyarországon, akár csak mondjuk a szerencsejátékban is, azért, hát hogy mondjam, hajlamosak vagyunk az addikcióra. Soha nem kapott olyan visszajelzéseket, vagy esetleg olyan támadást, hogy kártyajátékot propagálni egy ilyen országban, ahol ilyen magas a szerencsejáték függők száma? Nem, azért nem, mert én mindenütt ezt kifejezem, hogy ez egy sport. Uh-huh. És a kártyajátékok legtöbbje is magas szellemiség. Tehát Jókai Mórnál nagyobb elme nem kell, a tarokot játszotta élete végig. Liszt Ferencnél kell nagyobb ember? Nem. Egy Liszt nevű francia társasjátékot, kártyajátékot játszott Aponyi Gróffal, ez egy kettes játék. De mondhatnám tovább is. Petőfi Sándor is kártyázott. Petőfi Sándor Preference nevű játékot játszott. Krajcáros, mert szegény volt. Ha. És milyen kártyás feleségnek lenni? Mert azért ezek nem olyanok, hogy délután leülünk egy órácskára, játszunk két partit, hanem akár, hogy említetted a fészekklubot is, ezek éjszakában, nem hajnalban nyúló. Na de igen. Volt. Most igen. Már nem, de igen, amikor összekerültünk, ugye hát a Gyuri a Fészek Művészklubban mindig leült hétköznap játszani. Megebédelt, Gyuri, de nem a milyen emberek, hanem... Az abból a szempontból mindegy, ha egyedül vagy otthon. De és... pillanat, ha valakihez, és ezt elmondom mindig a fiatal nőknek, ha valakihez oda kerül az ember,
társnak, feleségnek, nem a kezdjél azon dolgozni, hogy megváltoztatod, hogy ma majd én megváltoztatom. Ne igyon sört, ne üljön le kártyázni, a ne dohányozzon, az meg volt nálunk is, sikerrel jártam, leszokott róla, de az, hogy ő azért, mert én mellé kerültem, változtassa meg az életét, ezt, amit így szeret játszani, és majd elmondja, hogy kikkel játszott, és milyen csodálatos évei voltak, ezt én nem kérhetem. Én nagyon sokszor ott ültem, kibiceltem, ott voltam vele, közben sutyorogtunk, meg ez ilyen társasági élet volt. De nem figyelt rám, mert valami fontos dolog jött, és szúgtam a fülébe, hogy tudod, jobb, hogy ezt keresett meg, az befejeződött a parti, mondom, figyelj, mondtam neked, hogy keresett az a szervező, és mennyi azt mondja, nekem te nem mondtad. Mi az, hogy nem mondtad? Tehát ott mondtam, ja, kártya közben te nem mondjál nekem semmit. De hogy a lényeg az, hogy én nem akartam megváltoztatni, én elfogadtam ezt így, ahogy van. Nem is volt konfliktus ebből, hogy nem, már megint mész kártyázni? Én még soha nem mondtam azt, hogy te nem menj. Ha csak egyet lehetne választani, Gyuri, kártya vagy mikrofon? Hűha. Azt hiszem, most szól... Megfogtad. Most megfogtál, mert most szól bele az a rész, ami engem zavar. A lépése és a ját. Nem. Ha? Ugyanaz, ami a kéményseprő. Aha. A korom. A korom? Tehát, a korom. Hogy mondjam neked? Hallottad, mennyit beszéltem az éneklésről, és hallottad, mennyit is, hogy beszéltem a kártyáról. Igen, de ettől függetlenül tudom, hogy mennyire imádod a kártyát. Ettől függetlenül az éneklés az én hivatásom. Csak tudod, a kártyába nem lehet engem... Tehát éneklésnél meg tudsz te dumálni, hogy ez ilyen kisugárzása van, meg olyan, meg ha egy... Hamis, de olyan, azért... De azért... Igen. De ebben hát nem. Tehát, Ez ott van a vérembe benne. Hamisságról jut eszembe. Ezt egyébként fel akartam tenni, csak annyira belementünk a plastikába. Olyan exakt választ adtál, mint amit Gyuri lerövidített nekünk a végére, hogy szoktatok playbackelni? Televízióban majdnem mindig kell. Mindig. Erről nem beszélnek, de ez így van. Hát nagyjából nem csinálnak jó hangot még mindig. Muszáj, az ott áll. Uh-huh. Ha, és de ez a ritkább. De na, de bocsánat, a Totálon is az énekes van, jó esetben, mert vannak énekegyüttesek, tudjuk, hogy tátognak, és valaki más énekes nő énekel. Nem tudom, hogy jön ide a Fresh zenekar, de hát ők már... hát ők már nincsenek is. Még egyet most már akkor... Tehát itt most őszinte beszélgetés van. Akkor az borzalmasan hozzájárul az énekléshez. Hát a hangszálak. Tehát a hangszálak megvastagodnak. Senki a világon, nincs olyan énekes, aki 80 éves korában úgy tudna énekelni, mint 25-30 éves korában. De viszont megvan az énekesnek a mi szakmánkban, főleg ez a mi szakmánkban, operában nem, mert az operát nem lehet letranszponálni. Uh-huh. Hogy lejjebb teszi két hanggal, vagy egy kis terccel, vagy nagy terccel lejjebb teszi. Hát a Tom Jonesnak minden dala le van, és mégis ő a kárcsal. Nem, föl se tűnik. Hát ez inkább, azoknak, akik a szakmában vannak, őt nekik tűnik fel, laikus a közönségben nem hallja. Gyuri, kérlek, az utolsó dobozt emelt fel nekem, abszolút a mai erről. Egy picit egyik részéről tudtok, meg kértem, hogy hozzátok magatokkal. Az van a doboz alatt. Igen, mutassuk meg a nézőknek is. Igaznak kell lenni, erről tudtuk. Yes, igen. A fonogram díj. Azt nem is tudtuk, akár... hogy leve lesz takarva. Igen, azt nem. Van, ugye van ott... egy kétkezes dolog. Hát nehéz egyébként. Egy fonogram díj, és nem is akármilyen fonogram életmű díj, ugye, amit megosztva kaptatok. Te vagy a második nő egyébként, aki ezzel a díjjal rendelkezik. Mondtad, hogy nemrég te is megtudtad ezt az információt. Az egyik Kovács Kati. Igen. Az egyik Kovács Kati, a másik te vagy. Hát ez nagy büszkeség. Igen. És ott van mellette nyilván egy TikTok logó, egy TikTok kártya, ami én azt gondolom, de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy
Sok mindent el lehet mondani erről a platformról, de szerintem ez a platform nagyon sokat hozzájárult ehhez a díjhoz, és azt ahhoz. Mondod. Abszolút. Hát a reptér a TikTokon lett első körben egy trend, ez egy sláger. Igen. És hogy ugye az, hogy a reptér a reneszánszát éli, nyilván nem az életmű, tehát nem az életműtökhez járult hozzá a TikTok, de az, hogy most jelenleg ennyire fiatalok által is ismert és elismertek vagytok, szerintem az a platformnak abszolút betudható. Látod, ez az a műfaj, amit most mondtál, amihez nem igazán értek sokat, olyannyira, hogy amikor ezt elkezdték mondani... Azt mondja, Gyuri, Klárika, mi ez, hogy milyen titkok? Milyen titkok? Mondom, Gyuri, ne viccelj már, TikTok, az teljesen már. Mert hogy internetezni, én megtanítottam őt, és mind a mai napig. Tudom, és van tablet is, hallottam, amikor egyeztettük az időpontot. Igen. Úgyhogy az rendben van, de ez a TikTok, ez már kiütötte a biztosítékot, és ezt el kellett magyarázni, hogy mi. És viszont itt... most megnéztem, mert... Ugye milyen aranyosak? Volt egy játék a... Budapest Parkkal kapcsolatban, igen. Ilyen TikTok játék. Tehát, és volt olyan is, ahol másfél milliós nézettség volt, ahol megfiatalítottak minket különböző filterekkel. És írták alá, hogy nem kell megfiatalítani, most sokkal jobban néztek ki. Meg aztán ilyenek. Volt egy olyan játék, nem tudtam, hogy mi lesz. Gyorsan kérdeztek, hogy kiket ismerünk föl. Ja, igen, tudom. Kiakadt a biztosíték, igen. A Bialex-et nem ismertem föl. És nem azért nem ismertem föl, mert nem volt nálam szemüveg egyszer. És bocsánatot kértem tőle. Igen, azt hallottam, hogy a Blikben mondtátok, amire az Alex reagált, hogy ha valakinek nektek nem kell bocsánatot kérni, ez csak egy ilyen bulvárszenzáció volt. Nyugodtan tegyétek le a kényelmetlen, mert most hát fogunk erről beszélgetni. Hát igen, amilyen súlya van. Milyen szép kis asztal volt. Igen. Volt egy asztal. Volt, semmi probléma, nem? Edzettüveg. Szóval, hát ugye Budapest Parkos koncert, ugye úgy kaptátok meg ezt a fonogram díjat, hogy egyszer csak a semmiből bejött egy bejátszó, és még nektek is meglepetés és volt. Hidd el, amit mondom, annyira... fogalmam nem volt. Engem elhiszem. A rutinom vitt, mert nem tudtam, hogy mi lesz, és mondom, Gyuri, te csináltál, vagy mit csináltál? Láttam is, igen, hogy nem estetek kétségbe, mert hogy a technikai hiba megoldjátok. Hát igen, mondom, nem indul a zenekar, ott néznek, a zenekar, valami más zene megy, mondom, hát most akkor valamit elrontottak ott a technikával. De, és akkor egyszer csak. Atomjaira hullott a Budapest Park, tényleg mindenki libabőrös lett, tényleg gyönyörű pillanat volt. Gyuri bácsi egyébként, Gyuri, ne olyan nehéz ezeket. Gyuri ott egyébként, mondtál is egy ilyen speech-et, hogy egy kicsit az elmúlásról, majd erről fogunk beszélni, szerintem egy gyönyörű pillanat volt ez, és ritkán is hallani tőled ilyet, amikor arról beszélsz, amikor már elmúltak dolgok, amikor te már nem vagy itt velünk, és az ott nagyon megható pillanat volt. Sírtak. Igen, láttam. Igen. Azt is láttam. Általánosságban egyébként szoktatok beszélni az elmúlás, hogy mi lesz, hogyha már, ha egyik őtök nem lesz? Hát egyszer beszéltünk, és azt beszéltük meg, hogy szólunk egymásnak ott is. Nem, és szeretnék sokáig itt lenni, ameddig jó Isten megengedi, és vele is, és szeretnék énekelni, de hát... Egyszer kell húzni egy vonalat. Szóval. Az élet az ilyen. Hát ebből a szempontból igen, tehát ez az, ami elkerülhetetlen, a születés és a halál. Nem lehet homokba dugni az embernek a fejét. Én most erre is azt mondom, hogy nem az, hogy ma mi időnk, meg hogy majd mi lesz. Ma ezeket a napokat, ezeket a hónapokat kell jól megélni, hogy minden nap szép legyen. Én erre törekszem. Olyan szempontból is, hogy a Gyuri azt kapja reg, amikor kinyitja a szemét, olyan kaját kapjon, olyan zene szóljon, mindig szól valami finom zene a háttérben a reggel, hogy minden nap szép legyen. Most már arról nagyon sokat hallottunk, bocsánat Gyuri, hogy Gyuri mit kap tőled, az éjszaka, a gyümölcs, a reggel, a zene. Gyuri, te mit adsz Klárinak cserébe? Hú, ez... A jó ízlés határain belül, Gyuri, kérlek. Csak olyasmit akarok, ami publikus. Jó, azt megköszönöm. Hát, mit
rá. Mit kapsz tőled? Hát. Mivel hálálod meg ezt a sok-sok törődést? Hát elsősorban dicsérem mindig, hogy milyen szép. Itt is, de ezt őszintén is. Mondja, hogy Isten, milyen szép, és tényleg milyen szép, sima bőröd van, és semmi pötty meg, szemölcsök, rügyek rajtad nincsenek, hogy ilyen, hogy lehet ez? Hát, olyan édes. És a Gyurinak megmondom... De nem megfogtál a kérdést? De várjál, de nem. Utána kell gondolni. De, na, de akkor én elárulhatok valamit? Nem, én most a Gyurira vagyok kíváncsi. Ja? Hogy a Gyuri mondja... Varázs keze van. Ja. Igen. Te, jó, és... azt szoktam, ugye, simogatom, stb. Stb. Nagyon szép holmikat szokott tőlem kapni. Ez igaz. Bókokat. És szeretetet. Szeretetet mindig. És néha ilyen szavakat. Klárika, elkésünk. Készünk. Az igen. Ki van előbb az ajtóban? Hát de hát nekem kell zárni. Igen? Nekem kell zárni a lakat. De a szakadó esőben is van, hogy perceket várok a kapuba, mire kiáll a kocsival. Igen, és úgy szállok be az hát autóba, hogy csuromvíz, a hajlak lefolyt a fejemről, csípi a szememet. Ja. Mondom, zúg az eső, 5 perce állok itt. Jó, hát még kellett vizet adni a kutyának. Na, erről van szó. A kutyát el kell látni, be hát kell zárni, tudjuk, hogy ki kell álljak a kocsival. De könyörgöm, hát tudjuk, hogy el kell indulnunk, tudjuk, hogy időre megyünk, hát akkor annyival előbb kell a kutyának vizet adni. Ebben neked igazad van. Gyuri, az utolsó negyed órában még kitalál valamit, hogy másik ruhát kér, másik nyakkendőt. Igen, ez is nagyon hasonló, nálunk is mindig én vagyok a hibás. Igen. Ja? Mindig a végén kiderül, hogy én miattam késünk. De hát, hogy igazából ugye azt kérdezted, hogy szokott-e szóba kerülni az elmúlás. Esetre ez se igazán trendi nálunk. Mindig vannak terveink. Rengeteg tervünk van, még most is, igen. Mind addig, ameddig úgy érzem, hogy színpadmészigek vagyunk. Már legalábbis magamról. Tehát érted, amit mondtam? Persze. Amíg érdekli az embereket. Amíg érdekli az embereket. És ezért mindent megteszek. Tehát igazából ez a színpadi megjelenés nem engedi azt, hogy az ember elmúlásra gondoljon. A szakma, vagy mondjuk úgy, hogy állami kitüntetések terén nem voltak hozzátok túl bőkezőek, és mondom ezt úgy, hogy ahhoz képest nem voltak szerintem és sokunk véleménye által bőkezőek, hogy amit mondjuk elértetek, amit jelentetek ti a magyar könnyűzenei életnek, ahhoz képest szerintem voltatok ti aluldíjazva, és most itt gondolok persze akár a Kossuth díjra is, mint olyan. Ti hogy élitek ezt meg, vagy ti hogy érzitek? Igazam van ebben? Van hiányotok abban? Ugye volt egy ilyen felbojdulás, hogy kapjon a Korda Kossuth díjat, meg mit tudom én, hogy hát ő akkora díjat kap, és kapott a közönségtől, amit lehet 20 Kossuth díj a fiókba, senkit nem érdekel. Szerintem az az érdekes, amikor kimegy a színpadra, és ordítanak torkuk szakadtából, és örülnek, és ennél nagyobb díj nincsen. De van ennek köze ahhoz, hogy nem dörgölőztetek egyik oldalhoz sem? Nem, politikai hatalomhoz sem? Nem. Mert azt mondják, hogy a Kossuth díj, és szerény véleményem szerint is most már politikai, sőt, mindig is politikai díj volt. Ezt a Kossuth díj. Ezt én is elmondtam nyilvánosan is, hogy szerintem is az egy politikai díj, igen. Akkor lehet, hogy ebben hibáztatok, hogy nem foglaltatok állást? Nem. Hát ha úgy gondolják, hogy nem, akkor nem kell, hát nem feltétlenül. Tényleg nem csinálok ebből ügyet. Nagy Feró kapott díjat, vagy felterjesztették Zalatnai Saroltán díjra, akkor... hát bocsánat, milyen érzések voltak bennetek? És tudom, hogy nem szerettek ilyen szélsőséges véleményt mondani, konfrontálódni, vagy akármi, de nincs ilyenkor az emberben egy érzés, hogy Zalatnai Cini pár évvel ezelőtt még attól volt híres, hogy éppen szabadul a börtönből, most pedig Kossuth díjra. Ti azért viszonylag minden ilyesfajta cselekedettől messze álltok, csak tényleg, tehát ami rólatok szól, az a szerelmetek, vagy a zenétek, tehát ez az, ami titeket körülöl el évtizedek óta, és mégsem tartunk ott, hogy titeket üdvözölhessünk a Kossuth díjasok között. Bárkit föl lehet terjeszteni, ez nem azt jelenti, hogy megkapja. A Feró megkapta. Én azt mondom, és most tudod, hogy én mondtam, hogy én
nem szeretem az összetűzés, és nem mondok igazán nagyon véleményt. Én most elmondom a véleményemet. Nekem ez a vélemény, Klári nem fog egyenni, hogy a Kossuthi bizottságban komoly emberek ülnek. Ha azok valakinek odaadják, annak van alapja. Ha azok valakinek nem adják oda, annak is van alapja. Tudom, hogy nem értesz vele egyet. Nem. Nekem ez a véleményem. Azt mondtátok, hogy lehet nincsen, őszinte. És kértelek, szerinted nincsen politikai befolyásoltság abban, hogy valaki Kossuth díjat kap, és a Kossuth díj bizottság, hogy miről, ki és miről dönt? Nem gondolom azt, hogy nem... Hát haragudj, ahol egy Marton Éva van, ott nem lehet egy bizottságot, hát, akkor nem lehet beszélni. Nem hiszem, hogy a Marton Éva szakmailag azt mondta Feróra, akit nem akarok bántani, hogy fantasztikus. Nem is kell. Jó. Nem foglalkozok tehát, hogy soha mással. Nekem ez a véleményem. És amit én tiszteletben is tudok, meg is értek, viszont beszélt, a Feró is ült a kanapémon, félreértésnenség, beszélgettem a Feróval is, és vendégem volt. És hogy élte ezt meg? Hát, hogy ő hogy élte ezt meg, ő neki az volt a válasz erre, hogy hadd nyalja már azt a segget, amelyiket ő akarja. Jó! ő ezt így éli meg. Értem, és azt is értem, de nekem nagyon tetszik egyébként, hogy ebben van egy kis ellentét köztetek, van. És, van. És hogy máshogy látjátok, lehet az oroszlán itt. Ugye? Előjött belőle az oroszlán. Tudom, hogy politikai kérdésekben nem választottatok nyilvánosan oldalt, azt is tudom, hogy megvan a véleményetek. Egyébként a véleményeteket... ezt azért nem vállaljátok nyilvánosan, mert hogy ez akár lehet egy érdek, hogy mindenkinek nem. tudjatok játszani, vagy sokak de. Szerint lehet ez gyávaság. Nem gyávaság. Én nekem megvan a véleményem. Nem. Nekem az a véleményem, hogy én mindent, az egész életemet ezektől az emberektől kaptam, ezeknek adom vissza, és teljesen mindegy nekem, hogy valaki ilyen oldali vagy olyan oldali, én az embereknek énekelek. Nem érdekel, tényleg nem érdekel. Tehát nekünk nem lehet, mi kimegyünk a színpadra, nem lehet, hogy ez jobboldali, baloldali, magyarok vannak a nézőtéren. Igen. A mi közönségünk, akik azért jönnek el, mert kíváncsiak ránk, és mi pontosan tudjuk, hogy sokszor van olyan, hogy mind a két oldalról rengetegen vannak ott, és ott béke van. És ez nagyon nagy dolog. Hogy aztán mi van később, azt nem tudom, meg a foci meccseken is szoktam hallgatni, hogy összekeverednek, meg nem. De a mi koncertjeinken általában rend van és békesség van. Tehát mi nem tehetünk különbséget. Ez azt jelenti, most nemrég, amivel amit nagyon sok újság lehozott, hogy egy ilyen Fidesz által szervezett, vagy Fidesz közel ilyen valami piknik, vagy én nem is tudom micsoda, ahol ott volt a Varga Judit is, hogy ott ja, felléptünk. Ott énekeltetek. Tehát, hogyha mondjuk az ellenzéki oldalról hívna titeket bárki, oda is elmennétek? Ha mondjuk bocsánat, a Momentum vagy a DK? Most volt ezen a héten a 13. kerületnek a születésnapja. Ott ellenzéki polgármester van. Tóth József MSZP-s polgármester van. Igen. És Korda György Balázs Klári koncert volt. Tehát akkor nincsen részetekről az, hogy vagy ide, vagy oda, vagy hogy valahova nem mentek el. Tehát de ahol hívnak, nem kéne, ezek nem politikai föllépések. Én is azt gondolom. Nem szónokolunk, és senki nem hát semmi. Örülünk neki, és a végső búcsúzás az volt, hogy sok boldogságot kívánunk a 13. kerületnek. Igen. Nem kínozlak titeket tovább ezzel a témával, de egy valamit muszáj megkérdeznem tőle, Gyuri, hogy amikor Varga Juditnak a Keresztapa című film dalát énekelted, abban volt valami huncutság? Ne, milyen huncutság? Hát nem tudom. Egy szimpatikus hölgy előtte tartott beszédet. Hát benne van a műsorban mindig a Godfather. Ja. Benne is volt a műsor, de nem csak azért mondtam, hogy neki. Egyrészt szimpatikus volt, másodszor elkezdett hegedülni. Igen, hát ez gyönyörűen hegedült. Gyönyörűen hegedült. Bárcsak hegedülne ahelyett, hogy miniszterkedne. De... bocsáss meg, kérdezted, hogy miért. Gesztus volt részedről. Gesztus volt, hogy a hölgynek és a zenésznek.
A tárgyak végére értünk, és lassan egyébként az adásnak is. Az egy kanapénoknál az utolsó kérdés az rendszerint az szokott lenni, hogy mik a tervek, mondjuk egy 5 éves terv. Mondtátok, hogy rengeteg tervetek igen. van. Mi az, amit még el lehet érni? Mi az, amit még nem értetek el? Zsolt, reális ez a kérdés nekem? Hát én azt gondolom, hogy abszolút. Hát ahogy így elnézlek, még szerintem a 10 éves tervet is megkérdezhetem. Jó, de jó, hívjál máskor. Hozd a szerződést. Mi van még? Hát most már lehet még valahova? Tehát mit lehet még lehet. Ezen fel? Mit? Látod, ezen gondolkodott még. Ez az, ami... Nem egy mindennapos dolog, hogy egy ilyen korúember azon mondom, hogy mit lehetne még? Igen, igen. Ami a reptéren fölvinni siker. Lehet? Hát majd, ha ott ülünk a padon, mi? Meglátjuk. Van egy ilyen, hogy igen. ott ülünk a padon viaszból. Igen? Most nyílt meg a Madame Tussaud. Igen, igen. Uh-huh. Meglátjuk, igen. hogy lesz-e belőle valami. És leülsz mellénk, és hallgatod az a reptérzést, és csinálunk egy szelfit. És mi már föl vagyunk. Szóba se jöhetnek a nyugdíjas évek? Minek? Ki itt a nyugdíjas? Nem. Tudjátok elképzelni azt, hogy semmi? Nem, nem tudom képzelni, csak... Az nagyon unalmas. Viszajogtat? Nem szabad. Szeretném. Nem szeretném. Lehet, hogy énekelni nem fogok életem végéig, de hogy pókert közvetíteni, pókert, az igen, biztos. Igen. Annyi energia van bennetek, hogy irigyésre méltó még részemről is, és én soha nem szoktam ilyet tenni, mondani, meg pláne minősíteni egy beszélgetést, de az egy kanapén műsorai alatt nekem ez magasan a legjobb, jó. és a legtöbbet ja, adó. Nagyon köszönöm. Annyi mindent viszek magammal, hogy úgy érzem magam, és remélem, hogy egyébként a képernyőt is az emberek, hogy madarat lehet velem fogadni. Annyira boldog vagyok tőletek, hogy egyszerűen már egy kicsit utállak is emiatt titeket, hogy ennyire boldogságot is jót sugároztok. Torony magasan, tényleg a legnagyobb töltetet adó nagyon örülünk beszélgetés. Neki. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghívtál. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. És gratulálunk a műsorodhoz. Én meg mindenhez, és bármivel fogtok, a legőszintébben kívánom, hogy teljesüljön. És 10 év múlva ugyanitt. Opa, megbeszéltük? Alá van írva. Várlak hello. Titeket vissza. Yeah. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az adást, és hogy itt voltatok velünk. Hát, ha csak fele annyit kaptatok ettől az egésztől, mint én, akkor már minden percét megérte. Mindenféle közösségi oldalakat megtaláltok a videó alatt, tessenek feliratkozni, kommentelni, és hát legalább megpróbálni hasonlóan élni, mint Kordáék. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!